1532 szavazattal Bóni Tünde lett az évnői példakép a Baranyában. Az évnői példaképét köszöntötték a pécsi civil közösségek házában. 2022-ben Bóni Tünde független bába szülésfelkészítő nyerte el a címet. Azt mondja, nem is gondolta volna, hogy ő részesül ebben a kitüntetésben. Én ezt nem személyes sikernek élem most meg, hanem már amikor elindult a pályázat, azt gondoltam, hogy egy nagyszerű lehetőség, hogy egy maroknyi szakmai társammal, akik független bábaként vagyunk így definiálva a társadalomban, kapunk egy rövid kis lehetőséget kikerülni az árnyékból. Idén egyébként már negyedik alkalommal rendezték meg a versenyt, melynek célja, hogy olyan hétköznapi nőkre hívják fel a figyelmet, akik a munkában és a családi életben is helytállnak, illetve megosztják a közönséggel, hogyan tudják összeegyeztetni a különböző szerepeiket. Idén 27 pályamű érkezett, ebből a zsűri 6-ot jutatott a döntőbe. Nagyon színes volt a paletta, hiszen pszichológus, szülésznő, egyesületi vezető, még virtuális asszisztens is volt a jelöltjeink között. Ami talán mindannyiukban közös volt, az az, hogy valamilyen formában a segítő tevékenység jellemzi az ő hivatásukat. A díjátadót március 8-án nőnapon tartották. Őri László, a Baranya megyei önkormányzat elnöke az eseményen hangsúlyozta, ahhoz, hogy egy társadalom egészséges legyen és családjaink gyarapodjanak, elengedhetetlen a hölgyek szerepvállalása. Ez a díjátadó arra is egy jó alkalmat teremt, és a nőnap is erre alkalmat teremt, hogy megköszönjük a hölgyeknek a helytállását, hiszen két kisgyermekes apukaként is tudom azt, hogy otthon a családanyák sokszor kevesebb figyelmet kapnak, mégis egy-egy család nem működne olyan gördülékenyen, hogyha minden sikeres férfi mellett nem állna egy hölgy. A február 25-től március 3-áig tartó közönségszavazáson több ezren voksoltak a döntősökre. Idén először pedig nem csak Baranyában, hanem Somogy és Bács-Kiskun megyében is meghirdették a pályázatot. A szervező Imami Egyesület célja, hogy idővel az egész országban elterjedjen az év női példaképének megválasztása.